Már nem lehet megnézni a Karmelita kolostor freskóit, nem csak azért, mert az újonnan miniszterelnökségként funkcionáló épület szigorúan védett, hanem mert a több mint 200 éves mennyezet festményeket fehérre festették. A miniszterelnökség szerint a freskókat szakszerűen konzerválták, és csak ezután fették el. Az MSZP és a DK újabb kultúrharcról beszél. A maguk jogorójában. Így van. És mi csak használatra vettük át. Karmelita szerzetesek szentelték fel a várban a miniszterelnökség épületét alig egy hete. Amen. A Karmelita kolostor azóta szigorúan őrzött. Fényképeket is csak a miniszterelnökség sajtósa készíthet. Az egyik ilyen fotón szúrták ki az Indexnek nyilatkozó művészettörténészek, hogy a korábbi kolostori ebédlő, azóta kormányülésterem falairól eltűntek a freskók. Nem lehet mindig mindent láttatni és bemutatni. A műemlékek és műemlékhelyszínek nemzetközi tanácsának magyar bizottságának elnöke szerint a fő az, hogy ne sérüljenek meg a freskók. Ha nem semmisült meg az érték, ilyen szokott lenni, hogy azt úgy takarják, vagy egy védőbevonattal, mésszel festik le, hogy az a későbbi föltárásokat nem akadályozza, és dokumentálják az ott létét a kétségtelen történeti értéknek. A miniszterelnökség közleményében az áll, hogy a később barokk klasszicista festményeket dokumentálták, letisztították, konzerválták, leragasztották, és ezután festették le, ezzel tulajdonképpen óvva a műalkotásokat az utókor számára. Híradónknak azt válaszolták, az örökségvédelmi hatóságot előzetesen tájékoztatták a fehérre festésről, akik pedig elfogadták a terveket és a dokumentációt is. Nyilvánvalóan az, hogyha nem hozzáférhető egy ilyen mű, akkor az nem szerencsés. Ugyanakkor én meg nagyon fontosnak tartom azt a részét, hogy ez most úgy került restaurálásra, hogy bármikor feltárható és újra megtekinthető. A DK az ügyben levelet írt az UNESCO örökségvédelmi hivatalának. Azok a freskók azért készültek oda, mert ott a helyük, és az örökségvédelem része az, hogy ezekre vigyázunk, és nem kenjük le őket festékkel, még úgy sem, hogy esetleg valamilyen védőréteget alá teszünk. Inkább ezeket a freskókat kellett volna felújítani. Én értem, hogy Orbán megpróbálja eljátszani most a puritán miniszterelnököt, de ez nem kellett volna egy 20 milliárdos beruházás keretében a várba költözni. Az MSZP úgy fogalmaz, a Karmelita kolostor freskói is elestek a fideszes kultúrharcban. Szerintük a kormány csak Tisza István és Horthy örökségét védi. Több mint 2 milliárd forintnyi közpénzzel tartoznak az államkincstárnak a kamupártok. A tavalyi országgyűlési választáson 1%-ot el nem érő pártok nagy része ugyanis nem fizette vissza a kampánytámogatást. Az állami számvevőszék azonban nem vizsgálja őket, azzal az indokkal, hogy senki nem kezdeményezte azt. Hidat szeretné építeni a dönt. Álarcban beszélt a NETPÁRT képviselője arról, hogy őket nem érdekli a politika, majd elindultak a tavalyi országgyűlési választáson. Kampányuk támogatására 184 millió forintot kaptak az államtól. Összesen alig több, mint 1000-en szavaztak nekik bizalmat áprilisban. A törvényi előírás értelmében az 1%-ot el nem érő pártoknak vissza kell fizetniük a kampányra kapott állami támogatás összegét, vagyis csak vissza kellett volna. A 16 pártból ugyanis 14 nem tette ezt meg, közel egy évvel a választások után sem. Így összesen 2 milliárd 15 millió forint közpénz folyt el. Ingyen pénzt juttat. A Transparency International jogi igazgatója szerint hiába szigorították a választási törvényt, melynek értelmében saját vagyonukkal felelnek a pártok vezetői a kampánypénzekért, továbbra is könnyű visszaélni a rendszerrel. Az újabb szigorítási hullám majd 2022-re fog beérni, ez szerint már valószínűleg minden jelölt felelni fog a párt kampánytámogatásának a visszafizetésért, meg a jelöltnek egyéni jelöltként jutó támogatás visszafizetésért, de ez sem lesz elegendő természetesen, hiszen a pénz egyszer már oda fog kerülni a jelölthöz, illetve a kamupárthoz. Ligeti Miklós szerint kincstári kártyán csak számla bemutatása ellenében kellene pénzt kapniuk a pártoknak. Az állami számvevőszék az országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Automatikusan ellenőrzi azokat a pártokat, amik 1% fölötti eredményt értek el. Azokat viszont, amelyek 1% alatt teljesítettek, csak más jelöltek és jelölő szervezetek kérésére vizsgálja. Nem elsősorban az ÁSZ-ra kell az átkot szórni, hanem a törvényalkotóra, akik ennyire rossz szabályozást alkottak meg, holott pontosan tudják, hogy tényleg egy mondatot kellene csak beleírni a törvénybe, és már is az ÁSZ-nak kötelessége lenne ezt az egész jelenséget vizsgálni. Legyen értünk a politika. A Kell az Összefogás párt 207 millió forintos támogatáshoz jutott, közel 2700-an szavaztak.
szavaztak rájuk. A párt miniszterelnök jelöltjét kérdeztük arról, miért nem fizették vissza a pénzt. Mi nem vagyunk a párt tagja, tehát április 30-án szerződés szerint nekünk véget ért a választási fúziónk. A Magunkért mozgalom civil mozgalomként vett részt a választáson, és nekünk nem volt semmilyen se jogi, se pénzügyi kapcsolatunk a támogatáshoz. Weisz Katalin azt ajánlotta, a pártelnökénél érdeklődjünk, akihez elérhetőséget is adott. Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem. Gajas Istvánt azonban hiába kerestük. A közösségi médián keresztül élő adásban kért rendőri intézkedést Hatházi Ákos, amiért nem engedik be az MTV a székházába őt és Szél Bernadettet. A rendőrök végül nem mentek ki az állami média székházához. A két független képviselőt egyébként fogadta az állami média két vezetője is, szerintük a képviselők viselkedése félelemkeltő, hírműsoraik viszont kiegyensúlyozottak és pártatlanok. A két képviselő azt tervezi, hogy a héten még ott marad az MTVA egy melléképületében, ahova egyébként végül beengedték őket. Itt vagyunk Ákossal a köztévének és a közrádiónak az előszobájában. Csellel jutottunk be, mert megint ránk akarták zárni az ajtót. Hétfő délután ment be az MTVA előcsarnokába Szél Bernadett és Hatházi Ákos. A két független képviselő egy társadalmi célú hirdetést szeretett volna átadni, illetve Papp Dániel vezérigazgatót keresték. Papp Dániel. Itt Papp Dániel később meg is érkezett, aki elmondta, hogy a képviselők kérdezhetnek, például a Parlament Kulturális Bizottságában. Ő maga is szívesen válaszol, de csak írásban. Azt azonban hozzátette, a két ellenzéki képviselő akciói félelmet keltenek benne és munkatársaiban. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és akkor várjuk a kérdést. Vezérigazgató úr, legyen kedves, nézze meg a írásbeli kérdéseit. Szóval vezérigazgató úr, legyen kedves. Papp Dániel ezután visszasietett, mint mondta, egy otthagyott tárgyalásra. A két képviselő ezután az éjszakát a szomszédos Duna Média szolgáltatóhoz tartozó épület előterében töltötte. Nem tudom, milyen frakcióban vannak önök, ezt nem is emlékszem, bocsássanak meg a tájékozatlanság. A tartalomért felelős vezető reggel fogadta őket. Azt mondta, nincs rendben, ha képviselők betörnek egy stúdióba. Dobos Mennyhértet ezután arról kérdezték, szerinte rendben vannak-e az állami TV hírműsorai. Én tökéletesnek jónak tartom a magyar közmédiának a híradóit, annak a híradásait abszolút pártatlannak tartom, és így helyesnek. Délelőtt a Momentummal közösen a két független képviselő rövid sajtótájékoztatót tartott. Itt arról beszéltek, hogy Papp Dánielnek távoznia kell az állami média éléről. Lehet, hogy elhiszi azt, amit a híradóban mondanak, hogy én valamiféle pókember lennék, nincsen ilyen különleges erőm, tehát nem kell félniük, én nem tudok négy biztonsági őrt sem leküzdeni, Szél Bernadett sem tud leküzdeni. Itt elégetik az adófizetők pénzét kormánycélokra, a Fidesz céljaira. A másik pedig az, hogy nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy kidobnak minket az ajtón. Ezután a képviselők elindultak ismét az MTVA főépülete felé, de zárt ajtókat találtak. Nem tudunk bemenni, ezért kérnénk rendőri intézkedést. A rendőrök azonban nem jöttek ki, mert szerintük nem történt sem atrocitás, sem bűncselekmény. A két képviselő ezért panaszt tesz majd. Ezután a két képviselőt az MTVA főbejáratától távolabbi épületbe visszaengedték. Az állami média közleményben reagált. Azt írják, hazugságokat terjesztenek és törvénysértéseket követnek el a randalírozó képviselők. Továbbá rágalmazzák, sértegetik a közmédia munkatársait. Úgy fogalmaznak, immár sokadik alkalommal visszaélnek képviselői jogaikkal. Másfél-két millió forintos havi fizetést tartana reálisnak az orvosok számára az emberi erőforrások minisztere. Ezzel szemben ma egy nyugdíj előtt álló szakorvos is alig keres többet 560 ezer forintnál. Az orvosi kamara elnöke szerint az egészségügyi dolgozók nagymértékű béremelését lehetővé tenni a gazdasági helyzet, így ez csupán politikai döntés kérdése. A jelenlegi nettó fizetésem az 348 ezer forint. Hálapénzt nem fogad el, így 40 év után is ennyiből gazdálkodik havonta Lénárd Rita belgyógyász főorvos. Hogy az átlagosnak mondható fizetésénél a többi egészségügyi dolgozóval együtt jóval magasabbat érdemelne, azt a miniszter is érzékeli. Másfél-két és fél millió forint közötti havi orvosi fizetések mindenféleképpen azt a biztonságot jelentik, amiből egy orvos fent tudja tartani méltó módon saját magát és a családját.
Kásler Miklós szerint egy ilyen mértékű béremeléssel a hálapénzt is vissza lehetne szorítani, ebben pedig a belgyógyász főorvos ért egyet a miniszterrel. De Lénárd Rita nem csak az egészségügyet mérgező paraszolvencia miatt tart szükségesnek azonnali és határozott intézkedéseket. A másik pedig az orvosok és szakdolgozók elvándorlása, részint külföldre, részint a magánegészségügybe. Tehát ezt a humán erőforrás krízist kezelni kell. Ahogy azt nemrég Romániában is tették, a szomszédos országban 2018-ban az orvosi átlagfizetés 130-150%-kal volt magasabb a magyarnál, az ápolók pedig a hazai bérek 150-200%-át kapják a román kórházakban. Ma a szakképzettséggel nem rendelkező dolgozók a minimálbért keresik az egészségügyben, egy szakképzett, nem pályakezdő ápoló pedig a pótlékokkal együtt átlagosan 350-400 000 forintot vihet haza havonta. De ugye soha nincs otthon, de emellett meg kell jegyezni, hogy van 3-4 munkahelye, ahova eljár, és akkor beszélhetünk arról, hogy hú, de jól keresnek. Az orvosi kamara elnöke szerint a megfelelő mértékű béremelés csupán politikai döntés függvénye. Magyarország mai helyzete és gazdasága ezt megengedi. Emlékeztetném a nézőket arra is, hogy csak a 2018-as GDP növekménye több mint 3000 milliárd forint, ennek az egyharmadából ez a kérdésre rendezhető. A politikai döntésre és a magas fizetésekre azonban valószínűleg még várni kell. A miniszterelnök legalábbis decemberben arról beszélt, a kormány egy 4 évre felosztott béremelési programban gondolkodik, amelyet igyekeznek tartani. De ez nincs garantálva abban az értelemben, hogy nem tudjuk, hogy a következő, rákövetkező és a 4. évben hogyan teljesít majd a magyar gazdaság. A kormány a 2018-as alapbérekhez viszonyítva idén 8, jövőre 14, 2021-ben 20, 2022-ben pedig 30%-os emelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Március 14-én országos sztrájkba lépnek a kormánytisztviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a szociális ágazatban dolgozók, abban az esetben, ha a kormány nem tárgyal velük, és nem sikerül megállapodniuk a követeléseikről. Ezek között szerepel többek között a béremelés, az úgynevezett rabszolgatörvény visszavonása és az elvett szabadságok visszaadása. Nem leszünk rabszolgák! Hiába tüntettek többször több tízezren az úgynevezett rabszolgatörvény visszavonása miatt, a kormány le sem ült tárgyalni a szakszervezetekkel. Most szombaton is ezért lesz demonstráció a fővárosban, és még 200 helyszínen készülnek tüntetésekre, félpályás útlázárásokra az úgynevezett rabszolgatörvény miatt. Eközben pedig a kormányzati, önkormányzati tisztviselők és a szociális ágazatban dolgozók sztrájkra készülnek. Ma már erre a feliratra a pontos dátum is felkerülhetett volna, március 14-e. Ekkor sztrájkolnak majd, legalábbis abban az esetben, ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal. Felkészültünk a korrekt, tárgyszerű, szakmai alapú érdekegyeztetésre. Ez történt a korábbi időszakban, de a kormányzat egyetlen javaslatunkat sem fogadta el, ezért szervezzük meg a sztrájkot. Többek között azonnali béremelést, az elvett 5 napnyi szabadságok visszaadását, újra rugalmas munkaidőkeretet és a szakszervezeti jogok visszaadását követelik. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint igazából most is Soros György irányít a háttérből. Ez az elkezdődött európai parlamenti választási kampány, amelyben Soros György mozgósítja a szervezeteit, és a magyar ellenzéki pártok ebbe készségesen részt vesznek. Sajnáljuk, hogyha egy ilyen akcióba vagy akcióhoz szakszervezetek is asszisztálnak. Ráadásul Hídvégi Balázs szerint olyan béremelések voltak, hogy teljesen indokolatlan egy sztrájk. A szociális ágazatban dolgozók ezt valahogy nem így látják. Elmondták például, hogy egy diplomás szociális munkás ma alig visz haza 130 000 forintot. A közalkalmazotti bértábla több mint 10 éve nem volt módosítva, így az akár 15-20 éve a szakmában dolgozó diplomás szakembereknek a bére nem éri el a garantált bérminimumot csak pótlékok segítségével. Amennyiben lesz sztrájk, az csütörtökre esik majd, éppen a nemzeti ünnep előtti napra. Hogy ez kedveze a sztrájknak vagy sem, arra azt mondták a szakszervezetek, nem ezt mérlegelték, a sztrájk törvény által megszabott határidőkből ez a dátum következett. Ha lesz munkabeszüntetés, akkor az a szociális ellátást, az önkormányzatok ügyfélfogadását, a kormányablakoknál való ügyintézéseket érinti majd. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy más területekről csatlakoznak-e a sztrájkhoz. Újra megjelentek a lopós autók. Budapest egyes részein a tilosban parkoló autókra nem kerékbilincset raknak, hanem elszállítják őket. Ez több órás utánajárást és több 10 000-es bírságot jelent az autó tulajdonosoknak.
A legtöbb ilyen esetben a tilosban parkoló autók akadályozzák a forgalmat. Piros csomag, piros kerékbilincs. A rossz helyen parkolás akár több tízezer forintos bírságot is jelenthet az autó tulajdonosnak. Csak hogy Budapest egyes részein és útjain még ennél is komolyabb büntetést kaphatnak a tilosban parkolók. Például itt a fővárosi állatkert mellett. Ha valaki a tilosban parkol, elszállítják az autóját és csak egy matricát talál a jármű helyett. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szinte teljesen felhagyott a kerékbilincseléssel. 2018-ban mindössze 84 alkalommal szereltek fel ilyen szerkezetet a szabálytalanul parkoló autókra. Helyette 2700 alkalommal szállították el a szabálytalanul várakozó járműveket. Budapesten ide szállítják a tilosban parkoló járműveket. A fővárosban több mint 20 000 forint a személyautók elszállítási költsége. Plusz minden egyes nap után tárolási díjat kell fizetni, 1200 forintot. A rendészeti igazgatóság írásban reagált megkeresésünkre. Azért döntenek az elszállítás mellett, mert a legtöbb esetben ezek az autók veszélyeztetik a közbiztonságot. A kerékbilincs pedig csak konzerválná ezt a helyzetet. Hogyan okoz közlekedési káoszt a túl sok parkolóautó? A szakújságíró szerint a világ nagyvárosaiban is telephelyre viszik a szabálytalan autókat. Az elszállítást nagyon-nagyon sok esetben látom. Egyszerűen arról van szó, hogy az Európai Unió nagyvárosai kezdenek túl autósodni. Túl sok az autó, egyszerűen ugyanazokon a közúti keresztmetszeteken akarunk közlekedni évről évre több tízezer autóval többel, mint évekkel korábban. Az elszállított járműveket a legtöbb esetben még aznap kiváltják. Tavaly 57 millió forintnyi bevétel származott az elszállított autók bírságából. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak ma az Audi győri gyárában. A dolgozók minimum 75 ezer forintos emelést szeretnének. Azt mondják, azért kell ilyen mértékű növekedés, hogy utolérjék a környező országokban dolgozók bérét. Az Audi például csehországi dolgozóinak 28%-kal többet fizet, mint itthon, Belgiumban pedig a magyar fizetés több mint háromszorosát keresik a dolgozók. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak délelőtt az Audi győri üzemében. A dolgozók jóval az inflációt meghaladó béremelést szeretnének. Alapvető követelésünk a 18%-os, minimum 75 ezer forintos alapbéremelés. A választható béren kívül juttatás mértékének 787 ezer forintra történő emelése. A győri munkások követeléséhez tudni kell, hogy az Audi Csehországban 25%-kal fizet többet, mint idehaza. Szlovákiában 28, Lengyelországban 39%-kal magasabbak a bérek, Belgiumban pedig több mint 3,5-szeresek a fizetések. A kiskereskedelemben is folynak bértárgyalások. Mi a 40%-os béremelést tartanánk reálisnak, ami közel ilyen bruttó 283 ezer forint lenne, és azért azt számoljuk, hogy egy ilyen 180 és 200 ezer forint nettó jövedelemről beszélünk. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének adatai szerint a 350 ezer munkavállaló bére jelenleg 10-15%-kal elmarad lengyel kollégáikétól. A BKV szakszervezetei 15%-os béremelést szeretnének elérni idén. Javult a helyzet, de ez annak köszönhető, hogy az elmúlt két évben azért normálisabb vagy jelentősebb béremelést hajtott végre a vállalat, ami egyébként országosan az ágazaton belül is megvalósult. Láthatóan ennek következtében javult a létszámhelyzet is. Egy kezdő buszvezető alapbére a BKV-nál jelenleg nettó 200 ezer forint, ami a túlórákkal elérheti a nettó 300 ezer forintot. Megállapodás esetén a sofőrök alapbére 20-25 ezer forinttal emelkedne. A MÁV-nál már lezárult a bértárgyalások első köre. A dolgozók átlag bruttó fizetése 5 éve 180-200 ezer forint volt, amely mostanra 260 ezer forintra nőtt. A cél a 300 ezer forint. A magyar mozdonyvezetők bére a túlórákkal eléri a 600 ezer forintot, Szlovéniában ugyanakkor 640 ezer forint az alapbér. A magyarországi magánvasúttársaságoknál is 100 ezer forinttal magasabb a bér, mint a MÁV-startnál. Január 29-én lesz a következő tárgyalás, ahol a tulajdonosi felhatalmazással adott esetben elképzelhető, hogy születhet egy megállapodás is. Tehát abban egyetértettünk, hogy egy oldalon állunk a munkáltatóval, ő is látja a bérfeszültségeket, ő is látja létszámhiányból adódó feladatait. A MÁV is megegyezésre törekszik. Az biztos, hogy az eddig bevált gyakorlatot folytatni kívánja a vasútársaság, tehát hogy az alanyi jogon megadott bérfejlesztésen felül
még bizonyos munkakörök esetében szükséges differenciált bérfejlesztés, hogy megfelelően rugalmasan tudjunk reagálni az egyes munkaerőpiaci kihívásokra. Pogácsa Zoltán szerint az elmúlt 5 évben átlagosan 4,5%-kal nőttek a bérek. A piaci szektorban nagyobb, az állami szektorban kisebb mértékben. A régióban jelentős munkaerőhiány van. Most már a visegrádi országok közül mi vagyunk az utolsók, de még mindig jelentősen magasabbak azért a bérek, mint mondjuk Romániában vagy Bulgáriában, hogyha az EU-s tagállamokat nézzük, és hát természetesen a nem EU tagállam Ukrajnához vagy Szerbiához képest meg aztán pláne. A közgazdász szerint emiatt továbbra is megéri Ukrajnából munkaerőt toborozni, míg a románoknak már nem kifizetődő Magyarországra jönni.